akkor Hajtós Peti érkezik. Sziasztok, egy fotóra álljatok, összeemlítsük meg, illetve örökítsük meg ezt a napot. Hát, mint hogyha időutazáson lennénk. Így volt ez 20-30 éve is Warburggal itthon. Itt kezdted, és most ide vissza tudtál térni. Így van, Kazincbarcikán kezdtük fönt a sportpályán egy szlalom versenyen. Aztán sikerült is még visszatérni. Sok változás. És a jó öreg Warburg. Az hajtó!
kettő helyett, de két ütemű. Vízfűtés is van, azt elnézzük. Hajtós Petiéknek egy nagyon-nagyon brutális, erős tapsot kérek szépen. Itt vannak a jó kis Varesszal, és a szag is megérkezett. Á, imádom. Petinek van egy kicsit ótvarabb állapotban lévő Warburgja is. Minden rendben volt, első gyorsan megszorult a motor, mentünk vele még egy kört, aztán volt ennyi szervíz, hogy ha teszt, akkor dobjunk egy másikat és próbáljuk ki. Maga a Warburghoz kötődő szerelem életre szól? Szerintem igen. Na. Tehát, hogy Peti is már régi motoros szó szerint a Warburghos verzióban, és nagyon kemény, hogy ebből is van speciális és a digitális műsor.